A mindegy 500 éves múltra visszatekintő református gyülekezet Nyírbátor egyik legrégebbi egyházi közössége. A város történetének, szellemiségének alakulására értékteremtő hatással volt az idők folyamán. Az 1800-as évek kezdetétől másfél évszázadon át elemi iskolát működtetett, pezsgő közösségi és ifjúsági életet teremtett, oktatói a híres sárospataki és debreceni diákok közül kerültek ki. A nyírbátori református egyházközség hosszú évtizedek után hatalmas feladatra vállalkozott, ugyanis kinyilvánította felekezeti iskolát működtető szándékát. Olyan iskolának az alapjait akarta létrehozni, amelynek szellemisége nem ellentétes sem a tudomány haladásával, sem a vallásos hittel. Olyat, ahol a jézusi életminta és a 10 parancsolat szolgál követendő példaként a tanulóknak, a pedagógusoknak és a családoknak egyaránt. A vezérige az Pál apostol leveléből választottuk, hogy minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Ezt az igét helyeztük a tantestület tagjai számára fontosnak, és ugyanúgy a diákok számára is, hogy Jézus Krisztus ezt a szeretetet hirdette meg, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, mert arról ismeri meg mindenki, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha szeretni fogjátok. Mi ezt a szeretetet hirdetjük az iskolában. 2012. szeptember 1-én kezdte meg működését a Református Általános Iskola Nyírbátorban, amelynek létrehozását egyöntetően támogatta a Református Püspöki Hivatal, az Egyházmegye, illetve a Város Önkormányzata. A fenntartó egyházközség, valamint az iskola tantestülete célul tűzte ki, hogy olyan keresztény szellemiségű iskolát szeretne működtetni, ahol a hit, a magyarság, a család és az erkölcs tisztelete jelentik az alapértékeket. Legfontosabb feladatként határozták meg az alapítók, hogy az intézmény igényes nevelő-oktató munkával, a református iskolák hagyományaival, a fejlett tudományos és technikai eredmények felhasználásával járul hozzá, hogy minden növendéke fel tudja majd mutatni azokat a képességeket, amelyeket csak ő maga kapott a teremtőjétől. Az iskola beágyazódott nem csak Nyírbátor, hanem a térség oktatás életébe. Nagyon nagy az érdeklődés iránta, és biztatóak azok a nevelési oktatás eredmények, amit már fel tudott mutatni ez az iskola. Az eredmények, amelyeket versenyeken, országos megmérettetéseken már hozott a református iskola, azt mutatja, hogy a Tiszán túli kerületben már elismertséget tudott magának szerezni. A szülői és a gyerekek részéről pedig a vélemények kialakulása, a hozzánk befutott visszajelzések azt mutatják, hogy jó döntés volt 12-ben az iskola alapítás. Református egyházunk kitüntetett szerepet tölt be az oktatás terén, és ez már egy több évszázados hagyomány, de ugyanúgy fontosnak tartjuk a nevelést is. Számunkra a hitben való nevelés azért kitüntetett szerepet képvisel, hiszen a mai lelkileg kiüresedett világban mi egészséges, lelkileg egészséges gyermekeket szeretnénk nevelni. És ennek az első állomása már itt az iskolában, az iskolai életben, a tanítási héten is megmutatkozik, az hétkezdő állítatok formájában, amikor hétfőn reggel 7 óra 50-kor összegyűlünk az egész iskola közössége, akkor a célunk az, hogy ott a gyermekek kapjanak egy olyan üzenetet, amely egész hétre lényükké, természetükké válhat, és amire majd pénteki nappal vagy hétvégével visszaemlékezve kicsit át tudják értékelni, hogy azon a héten hogyan éltek, mit tettek, milyenek voltak a társaival, tanáraival. Én úgy gondolom, hogy ez az alkalom egy jó felütése, egy jó lelki felütése egy tanítási hétnek. Miben több? A nevelésben. A nevelésben mindenképpen több. Mi az örök értékekre építünk. Ez azt jelenti, hogy a keresztény alap az olyan értéket és olyan nyugalmat
nyújt tanítványaink és alkalmazottaink számára, ami beépül a személyiségükbe, amit nem lehet tőlük elvenni. A nevelés tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a Szentírásra alapozzuk, a hitre alapozzuk, a szeretetre alapozzuk. Azt is jelenti, hogy következetesek vagyunk, és megértőek vagyunk. Ebben mindenképpen más. Egyébként más jellemzőink is vannak. Mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a református iskola a keresztjén többletet tudja hozzáadni a gyermekeink személyiségéhez. És itt mindig hozzáteszem, hogy nem csak a gyermekeink személyiségéhez, hanem a pedagógusaink és az alkalmazottaink személyiségéhez is. Mert ez csak így működik, hiszen mi mindig közösségben gondolkodunk és közösséget építünk. A hitéleti alkalmaink Jézus tanításának a megismerését szolgálják, a családi istentiszteletek az anyagyülekezethez való tartozást erősítik. A református iskola diákjainak mindennapjai elsősorban a tanulásról, a tudás megalapozásáról szólnak. Az alsó tagozat osztályaiban két-két tanítónéni fogadja nagy szeretettel, türelemmel és odaadással a gyerekeket, akik barátságos osztálytermekben, szeretetteljes légkörben készítik fel a gyermekeket az iskolai életre, a felső tagozatra, az önálló tanulás elsajátítására. Úgy szervezik meg az egésznapos iskolai foglalkozásokat, hogy a tanítási órák mellett a gyerekek felkészülhessenek a következő tanítási napra. Az oktatás során iskolánkban nagy hangsúlyt kap a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, de a játék, valamint a gyerekek egyéb programjainak megvalósítása is. Reggelek már másképp indulnak nálunk, csendes percekkel, amikor egy 10 percben beszélgetünk a gyerekekkel, tulajdonképpen feldolgozzák az elmúlt nap eseményeit, illetve mi történt velük azóta, mióta újra bejönnek az iskolába. Itt történeteket hallgathatnak meg a tanítónéniktől, amelyeknek példaértéke van, amiből tanulhatnak, és reméljük, hogy a későbbiekben ezek a történetek is eszükbe jutnak, illetve hittanfoglalkozáson vesznek részt, heti két alkalommal a felekezetüknek megfelelő hittanfoglalkozásra mennek. A magyar és történelem órák a tantervi anyag elsajátításán túl a tanulók műveltségét, nemzeti identitását, magyarság tudatát is erősítik. Több osztályban bevezettük a kompetencia alapú oktatást, amellyel elsősorban a tanulók szövegértését, szövegalkotását fejlesztjük, de beépítjük a tanórák tartalmába a drámaoktatást is. A több irányú végzettséggel rendelkező tanáraink a dráma és színjátszó körökben a tehetséges diákokat jó érzékkel és hozzáértéssel választják ki, így méltó keretek közé emelik az iskolai hagyományokat, ünnepségeket, vetélkedőket. Tanítványaink felemelő nemzeti és egyházi ünnepek szereplői, résztvevői. Pedagógusaink kellő hozzáértéssel készítik fel tanítványaikat fellépésekre, elegettéve annak a számos meghívásnak, amelyek a városi, járási, kistérségi intézményektől érkeznek. A természettudományok oktatása kiemelt helyen szerepel iskolánk pedagógiai programjában. A matematikai, logikai alapozást emelt óraszámban tanítják a pedagógusok, de magas színvonalú az informatika oktatás és a tehetséggondozás is. Tanítványaink minden évben jó helyezéseket érnek el a nívós országos tanulmányi versenyeken. Ez nem véletlen, hiszen a felkészítő tanáraik a tehetséggondozás terén országos szinten is elismert szakemberek. Nagy hangsúlyt fektet az iskola a fizika, a kémia, a biológia komplex tanítására, illetve a tanulmányi versenyekre való felkészítésre, valamint a versenyszervezésre is.
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mivel nagyon sok jó képzett pedagógusunk van, kiemelt szerepet kap nálunk a felső tagozatban a tehetséggondozás, ezek közül is a természettudományok területén. Itt komplexen foglalkozunk a gyermekekkel, ez magába foglalja a matematikát, a fizikát, a természettudományok közül a kémiát és a biológiát. Természetesen nem csak komplex tehetséggondozás folyik, hanem személyre szabott tehetséggondozás. Ez kiemelten szerepel nálunk matematikából, és gyönyörű eredményeket érünk el. A tehetséggondozás még kiegészíti, ugye hát tudjuk, hogy a gyermekeknek a képességei azok nem mindenkinek kiemelkedőek, ezért nagy gondot fordítunk a hátránykompenzációra, a gyengébb képességűeknek a megsegítésére. A tehetséggondozás nálunk másik nagy súlypontja a nyelv. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nyelv területén is nagyon jó képzést kapjanak. Angolból és németből szabadon választhatom, plusz szakköri formában. Ezen kívül a harmadik pillér a tehetséggondozásunknak a sport. 15 éve a kézilabda képzést, hát az utánpótlás nevelésnek a bázisaként szerepelünk, gyönyörű eredményekkel, továbbá a labdarúgás. A kollégánk Csonka Gábor tanár úr él-hal a gyermekek edzéséért, egészen óvodáskortól 14-15 éves korig foglalkozik velük, és ide a sport területére büszkék vagyunk rá, hogy nem túl régen, 2-3 éve az úszókkal is külön foglalkozunk, országos nemzetközi eredményeket érnek el már a tanítványaink. Napjaink nagy kihívása az idegen nyelvek ismerete. A református iskola diákjai az angol és német nyelvek közül választhatnak a harmadik évfolyamtól kezdődően. Kiváló nyelvtanáraink gazdag és változatos módszertani eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy diákjaink használható nyelvtudással rendelkezzenek, amelyet az életben hasznosíthatnak majd. Oktatásukban a legmodernebb technikákat, infokommunikációs eszközöket alkalmazzuk a minél hatékonyabb nyelvtanuláshoz. What's the population of your country? It's about 10 million. What's the official language of your country? The official language is Hungarian. Évtizedek óta elismert értéke az iskolának a sport, és ezen belül is az utánpótlás nevelés. Kézilabdában és labdarúgásban válogatott sportolók kerültek ki az intézményből, de az atlétika és az úszás területén is országos szinten is kimagasló eredményekkel büszkélkedhet az iskolánk. A mindennapos testnevelés, az úszás oktatás alsó tagozatban való bevezetése, a kölyök atlétikai programhoz való kapcsolódásnak az a célja, hogy tanítványaink edzettebbek és egészségesebbek legyenek. A lány és fiú emelt óraszámú kézilabda oktatás, a labdarúgás kiemelt támogatása, a bajnokságokban való részvétel elősegítik a városi sportélet következő nemzetékének kinevelését. A diákok többsége szinte egész nap az iskolában tölti mindennapjait. A felsős tanulóknak a másnapi felkészülésre a tanuló szobai csoportok adnak lehetőséget, de iskolánk szervez tovább tanulásra előkészítő órákat, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat is, hogy esélyt biztosítsunk a rászoruló tanulóknak a sikeres tovább tanuláshoz. Iskolánk saját konyhát működtet, így lehetősége van minden diáknak, hogy helyben, az iskola menzáján étkezzen, egyéni igény alapján. Sokszínű programot kínálunk tanulóinknak a tanórákon kívül is, hiszen az iskola szellemisége szempontjából meghatározó a tartalmas foglalkozások üzenete. A szabadidős foglalkozások célja az, hogy az iskolában eltöltött idő örömteli és egyben személyiségfejlesztő is legyen. Nagy lelkesedéssel vesznek részt diákjaink versenyeken, a Diák Önkormányzat által szervezett programokon, egyházi, iskolai és osztályrendezvényeken. Szabadidőben is szívesen veszik birtokba tanulóink az egyre szebbé váló iskolaudvart, a játszókertet és a sportudvart. Befejező gondolatként a tanítványainknak, szüleiknek és a hallgatóknak, nézőknek Mikeás egyik igéjével kívánom Isten áldását. Ember,
megmondta neked, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Csak azt, élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.